Az ország minden megyéjéből közel 600 vállalkozó vett részt a 16. vállalkozók napján a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége szervezésében. A nyitóbeszédet a Művészetek Palotájában Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter tartotta. Ragaszkodunk el tehát ahhoz, hogy Magyarország ennek a növekedési régiónak, növekedési motornak a középpontjában legyen. Négy célt kell ehhez teljesítenünk. Stabil politikai rendszer, szilárd pénzrendszer, biztos alapokon álló bankrendszer és szigorú költségvetési politika. Ha ez a négy feltétel teljesülni tud, akkor Magyarországnak minden esélye megvan arra, hogy a következő években is ennek a gazdasági növekedésnek az élmezőnyéhez tartozza. A miniszter hozzátette, a kormány célja változatlan, a munkahelyteremtés, a családok segítése és a gazdaság élénkítése. Ezek a célok elválaszthatatlanok egymástól. Varga szerint a kormány sikere, hogy az elmúlt években úgy tudott átalakulni az adórendszer, az oktatás, a nyugdíjrendszer, hogy közben az egyensúlyt sikerült megőrizni. Varga kiemelte, a kormány több intézkedéssel segítette a foglalkoztatás gerincét adó vállalkozásokat is. A társasági adó csökkentése után várhatóan a ciklus végére egy kulcsossá alakítják ezt a közterhet. Az eseményen beszédet mondott Demján Sándor, a VOSZ ügyvezető elnöke is. A bajnokot nem lehet kinevezni. Tehát ők minden nap küzdenek, és akárki akarna őket kinevezni, az élet, a tehetség és a képesség dönti el, hogy ki a jó vállalkozó. És ezért a kitartásért és küzdelemért szeretnék nekik köszönetet mondani. Ha Magyarország felemelkedik, akkor ez az ő vállalkozó fog megtörténni. Az eseményen a vállalkozók kiemelkedő munkájának elismeréseképp magas szintű állami és szövetségi kitüntetések átadására is sor került. Tolna megyéből három vállalkozó részesült év vállalkozója elismerésben, a szekszárdi Nagy Attila, a Brill Pálinka Ház Kft. Tulajdonosa, a dunaföldvári Váradi Gábor, a Váradi Metal Kft. Tulajdonosa, és a paksi Lőrinc János, az STL Kft. Tulajdonosa. Ez a díj, ez egy nagy boldogság most, de ez egy nagy felelősség is, hiszen mind magamnak, mind a jelölőimnek, akik méltóra tartottak erre a díjra, azt gondolom, hogy az elkövetkezendő években meg kell, hogy mutassam, hogy méltó vagyok erre, és mindenki azt tudja majd mondani sok év múlva, hogy igen, érdemes volt jelölni rá, úgyhogy ezzel leszek, és ezért fogok küzdeni és dolgozni a jövőben. 3 éve belépett a Paksi Iparos és Vállalkozói Körbe, hogy ki ez a fiatal, és nyilván néztem a munkáját. És ezt merem mondani, hogy a fiatalok közül senki nem csinált ilyen robbantást, mint ő. Hatalmas munkái vannak, ma, hogy jöttünk Pestre, arra jöttünk el, hát csak lestem. Ilyen nagy munkákat, ilyen horderejű Németországban látok, mikor kint vagyok, ilyen keveset. Így tudtam már hallomásból róla, hogy ilyeneket csinál, és ez a 3 éve így telik el, hogy egyenesen tör az ég fele. És azt gondoltam, hogy na itt ez a fiatal, ennek adjuk meg a lehetőséget. Nagyon dinamikus, fiatal, feltörekvő vállalkozóról van szó, aki azt hiszem, hogy megérdemli ezt a díjat, hiszen már most ilyen fiatalon nagyon sok mindent fel tud mutatni. És hát bízunk benne, hogy ez a díj, ez még egy lökést ad a vállalkozásának, és még inkább tud fejlődni, és még büszkébbek lehetünk rá.